Bár sokan várják, még nem lehet korcsolyázni a Balaton jegén. Legalább egy hétig kellene mínusz 10 fok körüli hőmérsékletnek lennie ahhoz, hogy a tó jege alkalmas legyen a sportolásra. Délelőtt igazi téli hangulatot teremtett, hogy a befagyott Balaton partján is szakadt a hó. Keszhelyen a hideg ellenére is sokan sétálgattak a parton és csodálták a látványt. Másik partnak a látványa innen az egyik oldalról a másikra, illetve az, hogy ugyanígy itt vannak a madarak és ködöznek a part mentén. Hát illetve az, hogy ilyenkor, ha jobb esetben, ha van hó, akkor szép fehér minden és teljesen más küllemet kap az egész. Jobban szeretem ilyenkor, amikor nyugis, mintha rengeteg ember van. Van egy bizonyos hangulata, vagy nem tudom, tehát nekem így jobban tetszik. A korcsolyázás szerelmesei azt mondják, hogy nagyon várják már azt, amikor már biztonságos lesz a jég a tavon. Itt korcsolyázni egészen más, mint egy műjégpályán. A gyerekkora mindjárt az embernek eszébe jut, hogy egy kicsit, ha nem is korcsolyázni, akkor csúszkálok egyet, vagy akármi, meg hát akkor egy kicsit az élet föllendül, meg sok kis zsivány jönnek le a Balcsira, úgyhogy egész klassz. Arra még várni kell, hogy a Balaton jegére lehessen biztonsággal lépni, míg a legvédettebb helyeken sem vastagabb a jég még 1-2 cm-nél, ami azonnal beszakad, ha valaki rámerészkedik. A szakemberek azt mondják, hogy még legalább egy hétig kellene híznia a jégnek ahhoz, hogy azon biztonsággal lehessen korcsolyapályákat kialakítani.